Thank you, ladies and gentlemen. Hát itt meg John McDonald szólítja akkor a mai utolsó összecsapásra a feleket. Először majd természetesen Daniel Begg is, és utána pedig érkezik majd Glenn Durant. And now, ladies and gentlemen, it's time to meet the players from the USA taking part in the second World Championship. The former North American darts champion, ladies and gentlemen, let's meet the gambler, Danny Begg! Ladies and gentlemen, from England, the reigning Premier League champion and a three-time Lakeside champion of the world, Dada Glenn Na, hát akkor múlttal nem nagyon tudunk foglalkozni, mert hogy egymás elleni mérkőzések tekintetében múltjuk nincs. Miután nem játszottak még soha egymás ellen. Hát igen, azért ez nehéz lett volna, mert maximum World Series-en találkozhattak volna, de ugye az idén elmaradt, azért nagy valószínűséggel idén Durant átruccant volna Amerikába. Oda néz Pesti Krisztián, ez aztán a Big Fish, gratulálok. Ha még odajönne, hogy ez hány kilós pontja, ezt megköszönném. Bújdosó Imre pedig kitett egy óriás harcsát, azt is megköszönnénk, hogyha azt megírná, hogy hány kilós. Gyönyörű látvány. Jó, nem, annyi biztos nem. Ezt nem fogta volna így kézbe. Hát a ponyban nincs is akkora harcsába. Hát nem tudom, mert én nem vagyok annyira járatosan. Szerintem nem fogtak 180 kilós, elképzelhető, hogy van szürke arcsába valahol 180 kilós, mondjuk Csernobil is környékén. Oké. <Okay. gül> Hát egyébként kifogták a Csuka királyt is karácsonykor, hármas körösbe, 13 kilós krokodil pofájút. No. Gumihalra csapott rá. Na, hát akkor... First set, first leg. Miután ez fontosan nagyon hozzátartozott ehhez a mérkőzéshez. Szorosan ide fűzhető volt. Abszolút összekötés, kötetésben van ezzel a meccsel. Nézzük. Hát igen, mert Beggisnek már van egy Big Fish-e. Így van. Abszolút. És veled egyképpen szerepelne arra, hogy nem mindegy azért, hogy ott a tóparton együtt horgászhatott veled. 41-jel kezdett. Durant viszont egyből. Ez alatta van, igen, szerintem. Igen. Százal. Százas. Hatvanas. Na, az megvan, az a tripla. Levált, és ott is jön a tripla. 19-es, igen. Százas, meg is. Ötös dob. 85 pont. Ó, megvan a tripla, Begg is megtalálta. 95-ös. Nincs kiszállón. Ó, azt nagyon lejtette Durant. Az már jó helyen van. Na és összehoz egy 100,
alatt itt. Elmegy a hármasba. Duzzog duzza. Apá, megindul meg is. 177-et! Na ezzel most kényszerhelyzetbe hozta Darentet. 28-ra bizony. Még ha a hátsó pályán is van Darent, azért... Ó, de szép! Dupla-dupla! Net! Hú, a mindenit! Csak egy dupla a kettőből. De meg is dupla 14-re. Ojjaj, dupla 7. Nincs meg! A kiszállót. Kicsi kellett volna pedig a sikerhez. Ott a hármas dupla 8. Bedobja elsőre. És egy brékleggel kezd Darren. Hú, pedig az a 177-tel nagyon a nyakára jött Darennek, és megvolt az esélye Begisnek. Kérdezik, hogy mikor a váratok jövő évben a nagy ágyuk, hogy mikor jönnek. Nyilván itt a European Tour versenyről van szó, hát ugye reméljük, hogy azért tényleg most már tavaszra túl leszünk itt a nagy lezárásokon világszerte, mert azért ez fontos ahhoz, hogy ők el is jöhessenek. De egyébként szeptember 3 és 5 között van meghirdetve, és van benne a PDC naptárában a magyar verseny, a Hungarian Darts Trophy, ahova azért majd nagy sztárokat várjuk mindenféleképpen. Ugye eljönnek. És ugye azok, akik jegyekkel rendelkeznek, természetesen nekik érvényes a jegyük arra az eseményre. És hát ugye a nyereményjáték fődíja is majd két jegy lesz a vasárnapi utolsó etapra, a legjobb 8 meccsére. 134-re megy le. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy Darent formájával nincs probléma. Sétálgat, keresi 99, a jó szöget, aztán leváltott, de nem jött a tripla. 134-re Darent. Hát ebből csoda lenne, hogyha ez a legbegisé lenne, vissza tudna brékelni, ugyanis dupla 20, 3 nyíl. Bedobja. Nagyon precíz módon. 2-0-ra vezet Darren. Még 100,2-es átlagon Glenn Darent, meg is 86,1. És a kiszállót is jól dobja Glenn Darent. 66,7%, ugye 3-ból 2. 100-as. Kicsit eddig meggyőző azért. Igen, meggyőző Darent. Hát elmegy az ötösbe. Abszolút dominál Darent. 99. Ha nagyon nagyokat nem dob, de sokkal jobban játszik, mint Beg is. Semmi extra, ugye egyszer dobott egy 177-et eddig Beg is. Az egy picit ráijesztett Darentre, de azóta nagy dolgokat nem látunk az amerikaitól. Két tripla. Az nem oda szándobás volt. Nem is ment így itt le. Kiszállóra Darent. Százas. Na és akkor Darren most lemehet szépen 100 alá.
De ott azért kellene az a tripla. És nem jött. 66 dob. Ragadt. 156-ra meg is. Százas meg is. Hát ha csak nem csinálja meg Darrent a 124-et. Megvan a tripla. Ó, a 14 is éppen hogy dabul. Nem dobja be. Ez pedig most már Bagisnek illene ezt az 56-ot megoldani 16 dupla 20-szal. Dupla 10. Ajjaj, hiba. Nagyon nehéz lesz Glenn Durant ellen bármit is elérni, hogyha nem dob ki szállót. Épp, hogy benne volt. Ha, ezek most nagyon igen, ilyen necces kerekítők, de hát benne van. És bedobja. És a dupla 4 is benne van. Így 3-0-ra megnyeri az első szettet. Durant most nem kukkadozik, nem mérgelődik. Egyként büszkén megy le a színpadról. 1-0-ás Durant vezetés a szünetben. Nagyon simán megnyerte az első szettet Durant. Abszolút. Vannak a ezt megelőző mérkőzések eredményei, akik esetleg nem látták mondjuk éppenséggel a kézilabda miatt. Gary Anderson 4-3-ra verte Sujovicot, hiába lassította Sujovic a játékot, Price pedig szintén 4-3-ra múlta felül Brandon Dolan. Döntőlegben, tehát kijátszották szépen a utolsó szettet is. Ugyanúgy, ahogy a Kallen is. Second set first leg is Peter Wright mérkőzése is. Peter Wright is döntőszettes volt, ugye? Én igen. Emlékszem. Igen. Igen. Igen, igen, igen. 100-as. Hú, milyen gyönyörű alak jönnek Páli Tibortól. 23,3-es tokhal. Na de ez a brutál. Reményi Lászlótól ez tényleg igazi big fish. Hajrá, meg is teszi hozzá. 31 kg-os tok. Vajon sok darts készlet beférne a batokba. A batokba nagyon. Ja, és azért Lovas Márkról se feledkezünk meg. Életem legszebbje. 16,2 kilós gyönyörű nagy hasukony. Gratulálunk. Nekem is van egy fényképem, egy Snecire. 11 grammos sneciről életem fogása. Ez 60-as. Menj halazni kell ilyenkor, azt tudod miért jó. Azt télen lehet fogni, és éjszaka hidegbe. Fú, de jó. Sok sikert hozzá nem, mindenkinek, nem, nem, aki nem ezt... Nem meg a kedvet. Nem. Nem. Ott a két tripla, 57 jön elent. Nem, 25-ön dobott. Az se rossz, 56 marad. Meg is búra. Úgy van, és marad a 170. Bedobja. Hát sok esélyt nem hagy itt Bagisnek, nagyon úgy néz ki Darren. Hát igen, ezt most viszonylag azt lehet mondani, hogy jól is teszi. 60. Hát a ki is esik, meg is azért visz egy kis pénzt haza. Na, azért ilyet is tud Darren. Darren.
140. Százas. 100. Az alá vágta, eredetileg a triplába tartó nyilat. Most egészen jó előnyt harcolt ki magának az amerikai. Nagyot kéne dobnia a Darentnek. 59. Most egymás után dobja a rossz köröket Darent. 60. Megint aláejti. Az már ott a triplában. 100. Danny Ripoll 141. Na persze, annyira selfish Beg is, hogy megdobja. Megdobhatja, várjál! Is. Egy big fish után egy selfish. Nincs meg! Udvarias volt. Igen. Százas. Na, azzal most már azért el kellene bánni. 100. Megdobja, megvan az első nyert leg. Ráfért, hogy elhiggye, hogy tud legeket nyerni. 93 fölötti átlagon Glenn Durant. Begisnek azért most még elmarad a játék. A 84,7-es átlag. Ennél azért picikét erősebb játék kell Durant ellen. 180! Megbizony, az első 180 a meccsen. 100! Ha javulna azért meg is játéka is. 100. Darent ugye tiszállón. 69. Nincs kiszállón, Beg is, két szektor hiba is volt. 25-öt megdobja, kell a tripla 20. Azt is megdobja, és a dupla 20. Ó, de szép lett volna. Persze, valószínűleg megoldja a következő három nyíllal, de igen látványos lett volna, hogyha 125-öt megcsinálja három nyílból. 66-os, és akkor nézzük dupla 20-ra azt a három nyilat. Na most szektort is kell váltani, és nem dobja be. Danny Ricard 135. Némi sanszot kap meg is, nem egy egyszerű. 100-ra kezd, az megvan! Most már csak a tripla kellene. Bizony. Most az nem jön. 95-öt dobott. Darent pedig bedobja a dupla 5-öt. 2-1. Meg is most egyenlíthet szetten belül. 180! Neki is megvan az első.
180! Ő is igen. Bedobja a 180-at. Tökéletes a folytatás. Már csak Darrendben bízhatunk. 100. Jó az, jó az. Vissza. De nagyon megcifrázta ez Darrend, és a hatodik nyíl nem ment már triplába. Akart volna ez lenni. Nyilaló fájdalmat érzett. Danny Ricard 127. Ott a tripla 20, az jó. Kell a 17-es. Az is megvan. Az is tripla, jó. Dupla 8. Bedobja a 127-et meg is. Hogy ne legyen olyan nyugodt Darrend. Fészkelődik egy kicsit. Ilyen nagy küzdő szellemről tett tanúbizonyságot az előző mérkőzésén is meg is. Tripla nélkül marad. Egy százas. Hiába kellenének a triplák, nagyon, nagyon fontos lett volna pedig. One 140-et oda dob neki Darrend. És már nem várhat magára egy extra kör Begistől, de hát nem jön. Tehát van meg ilyen. És akkor most Darrend egy triplával lemehet 100 alá, hát most már nem biztos. Itt jön a tripla. 84. Lement. Oké, ez az egyetlen ág, ahol ha Danny Beg is tovább jut, akkor két kiemelés nélküli játékos lenne a 16-ban ezen az ágon, ugye Dirk van Duyfenbode és ő. De hát azért ettől nagyon messze van most az amerikai, egyre messzebb. 60-as, kényelmes kiszállott, összehozott egy dupla 16-osat Darrend. Glenn 95, és akkor nézzük a dupla 16-ra. Bedobja. Ezt is elviszi ezt a szettet, ezt nem 3-0-ra, hanem 3-2-re. Gyorsan el is hagyja a színpadot, és következik a szünet. Sorolni. Kósa Róbert 25 kg-os pussájához gratulálok, ahogy fogja, ahhoz már kevésbé, de gyönyörű tokok, és Földi Edit 21-40-essel a kezében, szép. Már mint a hal? A hölgyet nem látom. Ja, azt kérdezem. De a hölgy is. Tökéletes. Kompozíció. Kombináció, igen. És kombináció.
Na nézzük akkor a folytatást. Darren sem az az Evans stílusú játékos. Ezt több nézőnk is megállapította. Na hát 87,45-ös átlagom Danny Begg is, 97,83 Len Darent. A kiszállóban 22% Begg is 9-ből 2, míg Darent 46% 13-ból 6. Nincs még break legje Danny Begg isnek, míg Len Darentnek már 2 is van. A tripla Darentől, meg még egy 140. Hatvanas. Hát, ha így folytatódik, akkor ez a búcsú napja Begisnek a világbajnokságon. Igen, és nagyon dominálja a meccset. Be is dobja Darren. 155-ön fent. Ragad Begis. És ráadásul egy break leg volt. Ez is mutatja Darren fölényét. Azt is egy nézünk, hogy Darren egyfajtában köhétsel Begg is dobásai alatt elég sportszerűtlen, ahogy látom, meg is zavarja párszor az amerikait. Erről már egyébként volt szó, hogy Darrennek van egy ilyen mániája. Nem igazán hiszem, hogy ez nem köhétsel. Ugyanazt csinálja, mint Van der Voort. Direkt néztem, igen. Föltette a kezét, egy kicsit ökölbe szorítva, és belefúj. Tehát szárítja a kezét, nem köhög. Egyébként azon se csodálkoznék, a köhögne, de nem hiszem, hogy azért, hogy megzavarja a játékot. Most is csak lehet látni, hogy ilyen picikéket belefúj a kezébe, tehát nem köhögés, mert nem... 140. Lehet látni a mozdulatot, hogy semmiféle köhögés nincs benne. Ugye először Vincent van der Voortra is azt hittük, hogy köhétsel, de aztán elkezdtük nézegetni, és egyáltalán nem. Izzad a tenyerés alakba belefúj. Ugye a dobó kezét szárítja, hogy az izzadság ne legyen ott. Ugye hát ilyen kis kendőt is szoktak használni, de hát most minden alkalommal oda menni az asztalhoz, ugye... Láttuk, mivel jár minden kör után. 117 Len Darentnek. És bedobja, kegyetlenül jó megy most Darentnek. Esélyt sem hagy az amerikainak. Elmegy az ötösbe. 81-et tudott összehozni Begg is. És jön a tripla. .364-en tart Darren, és egyre jobb és jobb átlagokat ér el szetről szetre. Bizony. Nagyon úgy fest, hogy megtalálta magát, és visszatér az a Glenn Darent, akit mi
esélyesnek tituláltunk a VB előtt, pár hónappal, héttel. Ugye ott, amíg ki nem derült, hogy beteg, és az utána mutatott formája, addig azért nálam benne volt a top 3-ban, mint esélyes, főleg a Premier League győzelem után. Meg hát ahogy azt a Premier League-et lejátszotta, szinte újoncként, először teljesített teljes évadot, és meg is nyerte. Ráadásul egy másik újonccal, Espinállal játszotta a döntőt. Ugye ez most már nincsen, a délutáni programban elköszöntünk tőle. Ez a Balin. Ha már. Most nem a áspis kígyó volt, hanem most csak egy kis Balin volt, ami... Az tényleg Balin. Azt is jelenti, igen. Két jelentése van valóban, tehát kétféle állatot is hívnak Espnek, de hát ő azért láthatóan inkább a kígyót tekinti a jelképének a beceneve mellé. 64-re megy le Tarrant. Tud-e szépíteni Beg is ebben a szedben? Jön a tripla. Az is, na nézzük, is a... megvan, és a dupla 20. Nem dobja be. Rádobott. És akkor a dupla. Nem dobja be. Meg is számára itt az esély, de dupla 10-re kell dobni. Az a veszély, mert most akkor páratlan dupla. Bedobja! 2-1. Szedtem belül. Százhizanötös. Egy csokorba összegyűjtve, három nyíla, sima húzva. Száz fölött Tarrant átlaga. 100. Kérdezik tőlünk, hogy a 9-től 16. helyzetig ugyanannyi pénz jött. Igen, itt nincs különbség. Itt mindenki, aki 16 között kiesik, az 9-dik. Akik most esnek ki ebben a körben, ugye ők 17-ek lesznek, és mindegy, ugyanannyi pénzt kapnak. Itt a harmadik körben kiesettek, ugye 25.000 fontot fognak kapni, akik most esnek ki. A negyedik körösök pedig majd 35.000-et, ugye a legjobb 16 között, de most még 25.000 a veszteseké. Arra ment azért, 100 alá Darren. 50. Rossz hír viszont az, hogy fogynak a meccsek. 60. Jó hír viszont, hogy az izgalmak fokozódnak. Tripla meg lesz-e? Megvan, és a dupla 16. Az is ott van. Dobja ezt is 3-1-re. Behúzza a harmadik szettet Glenn Tarrant. Hát lehet, hogy nem lesz szükség majd újabb szünetre. 100,92-es átlagon Glenn Tarrant, 86,2 Danny Beg is. Beg is elmarad egyébként a játékától. Glenn Tarrant pedig hozza azt, amit már azért megszoktunk tőle. 112,3-as első 9 nyíl, és 53%-os kiszálló. Nagyon impresszív Glenn Tarrant-től.
Andre. Hogy persze kérdés, hogy Darrent esetleg a következő körben mennyire lesz megbékélve a Dirk van Duyfenbode temperamentumával, mert azért Beg is elég sallangmentesen játszik, azt el lehet mondani. Láttam, a kedvenc csapatai is föl vannak tetoválva az alkarjára, mint NBA minden felszinten. Viszont most már tényleg egyik annyi hal jött. Csücske. Rápillantva itt a bejegyzésekre, tele vagyunk halakkal, úgyhogy holnap Medi van, ugye? Igen. Ő nagy horgász, úgyhogy ki fogunk írni valami horgászt versenyt tavaszra. És lehet majd jelentkezni. Jó. Reálok valami e-mail címet, és azon az e-mail címen lehet majd jelentkezni, és akkor a darts nézőinkkel egy jó kis horgász versenyt összehozunk. Na, hát ez micsoda csodálatos program lesz majd. 140. Majd megyek bámészkodni. Okay. Meg fogom a ragadozóhoz, ez egy csali halat. De majd miért legelsz? Nagyon ügyesen úszózok, nagyon kemény vagyok abba. 100, Danyupa 96. 96-ra, Darrent, egy ötössel kezd. Az viszont jó, a tripla 17, és a dupla 20. Fölé dobja az első próbálkozást a kiszállónál. Hát nem valószínű, hogy ezt a 150-et megdobja meg is, de ne becsüljük le azért. Nem dobja meg. Főleg egy olyan játékost, aki 170-et is megcsinált már. Darrent dupla 20. És be is dobja. Ott van, csak Begistől kezdésnek. Na most csak, hogy itt tényleg a font, mert az a baj, hogyha mindig eurókat, fontokat, dollárokat, egyebeket mondok, azt átszámítani nem egy egyszerű dolog. Jó hallani, csak forintosítva igazából tudjuk a jelentőségét és az értékét, hogy mennyit nyer. 180 közben meg isnek, tehát az első fordulóban, aki kiesett, az 3 millió forinttal gazdagodott. A második fordulóban kieső 6 millió forintot kap. A harmadik fordulóban kieső 10 millió forintot kap. A negyedik fordulóban kieső 14 millió forintot kap. A negyed döntőben kieső 20 millió forintot, az elődöntőben kieső 40 millió forintot, a döntővesztese 80 millió forintot, és a világbajnok 200 millió forinttal gazdagodik. Igen, és most mindenki osszál kettővel, mert körülbelül annyit elvisznek adóba, de hát egyébként igen. Tőlem ezt az utolsó összeget 10-el is oszthatnánk. Igen. 60. De azt se felejtsük el, hogy itt most azért nagy harc van a top 16-ért is a játékosok között, hiszen az első nagy verseny majd, közben 60-ról kiszáll Beg is. A Masters majd a legjobb 16 a világranglistáról. Úgyhogy azért van itt még egy pár olyan játékos, aki beküzdheti oda magát, például Mervyn King esetleg. És mindössze egy fordulót kéne mennie hozzá, hogy megelőzze még egy fordulót, hogy megelőzze Simon Whitlockot és Johnny Claytont, és ezzel bejusson a legjobb 16-ba Mervyn King. Természetesen a briteknek vonatkozik ez az adólevonás, a többi játékos saját országa szerint adózik, a lakóhelye szerint. Hát ott ugye annak megfelelő adószabályok szerint, tehát ott nem tudom pontosan kinek. De arra emlékszem, hogy Taylor nagyon sokat emlegette, hogy
Vérzett a szíve, amikor megkapta a világbajnoki címekért az összegeket, és a felét körülbelül el is csaklizták adóban, annyival kevesebbet kapott meg. Gondolj bele, hogyha egy magyar játékos jutna ide, ő mennyit adózna? Nem tudom. Szerintem Messiát kell volni belőle, nem? Fogalmam sincs, nem vagyok könyvelő, se adó tanácsadó, úgyhogy nem tudom pontosan, de... Meglepne, ha kevesebbet kellene adózni, mint itt. 81. Ja, és a torna összdíjazása az 1 milliárd forint. Glenn Rukal 101. Tizennégyes megvan. 53. Így most szépen arra szolgat lefelé Darent, és meg is neki kell a bravúr. Százas, 48. 16, megvan, dupla 16. Az is megvan, és egy lekkel kettő egyre vezet Glenn Darennek a továbbításhoz. Ide írta valaki, hogy lehet, hogy az operatőr is a halas posztokat nézegeti, mert annyiszor lemarad a nyilakról, meg a kiszállókról. Az operatőr az ugye nem, de aki a kameraképeket váltja, hogy ezek a kamerák zömmel fixek, illetve itt lent vannak ilyen ráközelítős kamerák, a többi az azért viszonylag fixen van, és hát ugye természetesen azokat a képeket ugye beküldik egy helyre, ahol van egy keverő, ahol az emberke váltogatja, hogy melyik képet mutatják éppen, és az ő feladata az, hogy mi kerül adásba, nem az operatőröké, de hát ez nagyon nehéz munka, sok gyakorlatot igényel, de sokszor van olyan érzése tényleg az embernek, hogy olyan ül ott, aki nem biztos, hogy sokszor csinálta még. Az gyönyörű, egy 171. Na azért egy... Danny Rukal 130. Már nagyon sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez, a horgászversenyhez. Gondoltam. 90-nel 40-re teszi le magát meg is. Na, a Big Fish-ek táborába feliratkozik Darren? Nem. Nem. Na, és akkor nézzük, Bagish, Backfish, dupla 20-át. Bedobja 2-2. Na, a negyedik szettet vajon behúzza-e Tarent, vagy megyünk tovább? Innen fordít és nyer 4-3-ra Bagish, éjjel egykor vége. Száznegyven. Mondom, oda néz. 177. Fifty-nine.
Ott van megint két tripla. Úgy látom, hogy azért Begisnek még vannak tervei ezzel a meccsel. Ja, rendes a lányom, azt mondja, hogy mikor mondtam neki, hogy innentől kezdve Begis fordít és meggyeri 4-3 és éjjel egykor végzünk, odaírja hajrá Begis. Kösz. Lenyém, remélem ma alszik, és nem fog ilyeneket írogatni. 202-re Darent. Az nincs benne szerintem. Meg is dobja 25-öt. Nyilván az nem azt jelenti, hogy Darentnek szurkolok, mert egy egészen őszinte legyek, Begis felé húz a szívem. Oh, ez most csak a 65 marad, ugyanannyit dobott. Kell a tripla, 18. Nincs meg, így csak kerekíteni tud Darent. A Begisnek lesz lehetősége megnyerni ezt a szettet. Ó, a Bull, amikor nem annyira kéne. Dupla 6. És bedobja. Tessék. Minden vágyad így teljesüljön, Laci. Úgyhogy még tartanak egy kis szünetet. Darent egy kicsit duzzogva megy, mert ő azt hitte, hogy ez simán 4-0-ra megnyeri. Begis is elcsodálkozik rajta, hogy még folytatódik a mérkőzés. Hát ez van. Megérkeztünk, közben egy 140-nel nyitott Begis. Peter Oliver kicsit zavaros gondolatai. 25.000 forint. A svájci frank alapú hiteleket felvevő embereket is ezért bukták be, mert forintban gondolkodtak, aztán a magyar forint valahogy gyengébb maradt, mint a svájci frank. Váltsák le a kommentátort, mert a múltkor meg a Sevilla Betis meccsről beszélt, darts közben, oh my god, hát hasonlóan oh my god, kedves Pintér Olivier. Ez egy szép kis eszbefuttatás volt. 43. Darent triplával folytatja, meg még egy jön, utolérheti Begist. 180! Van 134-jel megy le, 84-re Begis. Nincs meg. Ötvenegyre nincs meg a tripla, 13. A 18-as megvan, dupla 20. És bedobja a 71-ről száll ki, hátsó pályáról Glenn Darent. Pedig megvolt az esélye azért Begisnek most. Kérdezik, hogy miből finanszírozzák ezt a horribilis pénzdíjat, ugye ezt a 2,5 millió fontot, így hogy nincsen jegybevétel. Hát ugye a jegybevétel csak egy része, meg a nézőköz kapcsolódó bevételek, de itt azért a televíziós jogdíjakat tessék nyugodtan. Hát meg a William Hill sem fizethet rosszul. És az, így van, a névadó szponzor, illetve az egyéb szponzorok, akik a
világbajnokságon jelen vannak, azért itt elég komoly pénzeket fizetnek. Itt most szerintem a PDC örül annak, hogy szinten tudta tartani a pénzdíjakat, és még hogyha nullásra vagy veszteségesre is jön ki a világbajnokság, a renoméjuk az nem bukik meg. Idén amúgy is elég nagy pénzeket beletolt a PDC abból, amit szerintem keresett az elmúlt években, hogy ez fönntartsa ezt a rendszert. 100. Kedves Pintér Olivér, nem blokkolunk semmit, hát szólásszabadság van, önnek ez a véleménye, nekem más a véleményem. Ja, abszolút, hát semmi csúnya dolgot nem mondott. Abszolút, semmi gond ezzel. 100. Erről már egyébként nem más a véleményem, hogy miért bukták be az emberek a svájci frankot, mert én magam is bebuktam egy elég komolyat, és nem azért, mert forintba gondolkodtam, de mindegy. Szerintem ugorjuk ezt a témát. Pusztán arról volt szó, hogy képletessét tegyük igazából a fontban kifizetett összeget, ezért számítottuk át forintra, de hogy ezt ön sért, bocsánat. Akkor nem, hát nem. Akkor ő nem hallgatja meg. Azt kész, a többi ás ember meg igen. 78. Na 78, a 92-t hagy magának Beg is 148-ról Tarent. Most éppen fordítva van a helyzet, mint az előző legben. Most Beg is tudja hátsó pályára behúzni ezt a játékot. 59. Danny Rupan 92. Na, ott van az 57. Nem dobja be. 11 nem jön. Most nagyon kellett volna, hogy azonnal visszabrékeljen, mert Darent lehet, hogy lesz annyira kegyetlen, hogy ezt a 89-et megdobja. Kellett volna mondjuk a tripla, az nagy jelen könyv. És a bull. Épséget adott volna. És nem dobja meg a bullt, úgyhogy itt most komoly szansz meg is előtt, hogy az előbb elvesztett leget visszanyerje. Bedobja. Be is dobja. Egyet, egy-egy. Érkezett egy olyan kérdés hozzánk, hogy nyilakról átalakított, vagy saját készítésű nyila játszhatnak a játékosok, vagy kötelező a gyártók által készített nyila. Nincsen erre előírás. A dartnak a felépítésére van, a méreteire van. A hossza, súlya, ezek a kritériumok, ha ezeknek mind megfelel, akkor lehet akár saját készítésű esztergát kisúlyozott nyilakkal játszani, nem muszáj a nagy gyártóktól, csak hát nem, én megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy ez költség hatékony megoldás, de nyilván meg lehet oldani. Vannak ilyen nyilak egyébként, amit így esztergálnak házilag. 140. Úgyhogy abszolút, ha a standard méretekre befér, akkor nincsen semmi kifogása. 93. Most Begisnek ott a tripla, így lemehet kiszállóra. 140. Danny Ricard, 124. Sima 20-as, az 54. Megvan, és a bull nem találja a Beg is, pont a drótra dobta. Danny Ricard, 25. Megvan.
azt is bedobja meg is. 2-1 levezet. Hát bejön ez az éjjel egy óra. Arról nem is beszél, hogy látom, hogy van, aki megrakta egyébként, amikor említetted ezt a lehetőséget. Ó, akkor, hát ha az bejön, 23-szoros pénz. 99. Kedves nézőnek, ahogy néztem. Amit én mondtam, hogy sose tegyem meg csak az ellentétét. 140, nagyon-nagyon erőre kapott most meg is. Előző mérkőzésén is, jól emlékszem, olyan szituációkba került, amikor úgy nézett ki, hogy most elvérzik, és aztán hihetetlen dolgokat tudott csinálni, és nézd meg, hogy megtátosodott. 140! 140! Hatvanat dob Darent. Lemegye vajon meg is, két triplát tud-e dobni? Nem tud, nem, hogy ó, elrontja a szektort. 81. Aztán legalább jött egy tripla, 140. Nem jön a... Angolnál a tripla, nincs kiszállón. Tripla. És egy szál, gyönyörű, dupla húszra lerakta magát. Kicsit elkényelmesedett Van Darent játéka. És bizony meg is most ezt kegyetlenül bünteti. 96-os dupla 20-ra beg is. A szettért. Dupla 10. Ne, már csak egy nyila van. Bedobja! A dupla 10-et. Ezt a szettet is megnyeri az amerikai. És megy ezt, ha akarom. Te óriási. Most jön Glenn Darent, jó kezdés. 180, de milyen jó! Úgyhogy nagyon nem tudta leszakítani magáról meg is Darent a 180 ellenére sem, aztán dob egy tripla egyest. 41. Húha! Nagyon rossz, 41-es kör. Még ha nem is találja el a triplát, de nagyon a közelébe dobja a nyilakat meg is. 16. Most megint... 180! Százra Darent. Darent 20-ra Darent. Viszont nincs kiszálló Begisnek, még lejjebb kell hoznia magát. 60. A 10 Darentnek. Kerekít. Annyira betakart neki a dupla 10-nél, hogy 141-je van Begisnek, és inkább lekerekített Darent 16-ra.
Más díja van, mert nem száll ki Beg is, de ilyet is ritkán látni. De most Darennek kellene kiszállni. Egyelőre nem sikerül. Most igen. Ó, azért most látszik, hogy milyen feszültség alatt játszott. Bizony. Ötös. A tripla a 18-ason se, meg a 19-esen se. Most láttam ilyen érzelem kitöréseket. Ez óriási. Egyiküktől sem. Danny Ricard 143. Tizenkilencesen sem jön a tripla most. Leváltott, de... 180, na, meg is rákényszerül most, hogy ezt a 84-et megdobja. Megvan a tripla 20 hozzá. Két nyíl dupla 12-re. Ó, ide nagyon közel volt pedig. És nem dobja be! Képesztő. Milyen változáson ment keresztül meg is, úgy eddig úgy játszott, mert annyira elment Darren, de most már érzi, hogy itt lett volna a lehetőség. Most már van mint bosszankodni. Majd akkor lesz igazán, ha kidobja Darent. Nem dobja meg! Ki. Azonnal más lelki és ideg állapotba került meg is. Dupla 12, a J dupla 6, bedobja a dupla 6-ot, így 1-1. Na de ahhoz, hogy valóban létrejöjjön a döntőszet, ahhoz valamikor Darentet brékelnie kellene. 137. Kegyetlenül jól játszik az amerikai 140. 5-ös Darent első dobása. Aztán jön a tripla 20. 2 is jön. Na most meg is megcsinálja megint a két triplát. Fölötte. Alatta. Itt már két tripla nem lesz. Egy azért van. És az még sokat jelenthet. Olyan nagy differencia, olyan rettenetesen nagy differencia nincsen. Hoppá! Itt a 97 pont. Darentől. Itt is kell egy tripla legalább a kiszállóhoz. Megvan. Kettő is! 140! 121 marad! 142-vel szemben! Ott a tripla 20!
Nem lesz meg így. 94, igen. És 121-re nézzük. Megcsinálja a bravúrt meg is. Elmegy az ötösbe. Hibázik. Ezért nagyon nagy ez kár volt. Ez most megnyugtathatjám Lendarentet. 78-ra 16 dupla 16. Na, na. Nem dobja be! Nem száll ki Darent. Kicsit az előbb jobban összpontosítani kellett volna, függetlenül attól, hogy elrontotta a szektort Begisnek, mert aztán elkezdett nem túl összeszedetten dobni. Oh. Négyes! Na most bedobja, dupla 10! Hoppá, közben rálép Darent lábára. Annyira nem is szabadna. Na ez most lépnie. Nagyon fontos pillanata a mérkőzésnek. Nem dobja be a dróton, koppant pedig a nyíl. Hú! Darent bedobja. Dupla 8-at megoldja. 2-1-re vezet Glenn Darent. Óriási esély volt Begisnek pedig, hogy brékeljen. De lesz-e még egy utolsó esélye, hogy esetleg brékeljen? Az most mindjárt kiderül. 96,2-es átlagon Darent, 91,7-esen Begis, de most ezen javítanak. 180! Már a negyediket dobja, és a 11. a meccsen. Ú, nagyon fanatizálja magát. Az előzőt mutatja, hogy nagyon kevés kellett volna hozzá, hogy meglegyen a dupla. 82. Fölé, de legalább a szektor megvan, az már nagyon jó. Százas. 2-21-nél tart. Kilencvenkilences. Százas különbség. Nem, azért egy tripla kellene. Nem jött. Most igen, ezt benézte. Nem jöttek a triplák. Na az a szerencséje Begisnek, hogy Darentnek sem jönnek a triplák. 60. De még egyes számban sem beszélhetünk a tripláról. Hatvanöt. Nem találja a triplát Darent. Most igen. Egyesbe dobja, hú de dühös. 96-ra Begis. Nincs kiszállón Darent, tehát hogyha még most sem tud kiszállni Begis, az sem jelenti a világ végét. Nem dubja meg a tripla 20-at. Na, a következő három nyillal kell, hogy megoldja a leget. Ideális helyzetet teremtett magának. 87-82-re megy le. Most nézzük, meg lesz az a dupla 20. Nagyon-nagyon fölötte. Ó, dupla 10. Nem dobja be! Na most megnyerheti a meccset Glenn Darent ezzel a 82-vel. Az egy 15-ös. 67. De még 17-es. Kezelhető a probléma. Az megvan, és a Bull. Itt a meccs nyíl. További jutásért. Nem dobja be! Még nagyon nem dobta meg. 45 marad, nagyon fölé dobta. Újabb esélyt kap meg is, hogy versenyben tudjon, meccsben tudjon maradni. Bedobja! 2-2! Darent kezd. Na ez, itt most kíváncsi vagyok. Darent
Rá tud-e erre Legre koncent, úte fölé dobja. Azt alá dobja nagyon. Nincs triplája. Na meg is, kinéz oldalra. Alá. Az is alatta, nagyon kellene neki a tripla, megvan a 18-ban. Megtalálja a triplahoz a Durant. Összeütközött a két nyíl, levált, de nem jön, csak egy. Bizony. Nézzük Bagist. Az fölötte nagyon, de legalább szektor megvan, az már jó helyen van, nézzük a harmadik nyilat, százas. Százas. Ott a tripla. Lehet, hogy most elindul, elindul Durant. Ez fölötte. 140-et dob, és ezzel utoléri Bagist, illetve Bagist most. Hát igen, tehát hát nagyjából azonos a helyzet, igen, mert igen. Durant kezdett. Jó a kiváltás a 18-asra. Gyönyörű! Hú, micsoda pici múlott, de így is nagyon szép kör volt ez, de bizony. Nem ment le kiszállóra viszont. Durant viszont lemehet kiszállóra, egy-két triplával különösen jó helyzetbe hozhatja magát. Abból egy megvan már. Megvan a második is. Tude bánhatja meg is, hogy az a harmadik nyíl nem ment bele a triplába, így nincs kiszállón. Igen, most le kell kerekítenie, az jó. Kell még egy... Az is, az megvan. Is megvan, és le fogja magát rakni 40-re. Na, és most azt a mindenet, micsoda nyomás Durant-en. Elbírja-e? Ó, milyen figura. Azt mondja, hogy most legyen, ami lesz. Hát ki tudja, mi lesz. Megoldja-e? Vagy kap esélyt. Egy szektorhiba, még egy 15-ös, és a dupla 16, egy nyila van Durant-nek. Második meccs nyíl. És bedobja. Bedobja viszont. Fú, de nagy kő esett le a szívéről szerintem. Hú, de sajnálom Bagist. Kicsit én is, de nagyon későn ébredt. Szimpatikus játékosa igen. Volt a világbajnokságnak. Igen, de egy picit későn eszmélt föl most. Szerintem, hogyha őnek is sikerül megoldani azt, hogy Európában minél több versenyen részt vegyen, akkor még fogunk vele találkozni bőségesen. Nagyon jó kis játékos. Hát Glenn Durant meg tovább ment, és hát tovább szőheti a világbajnoki álmait. Hát ez óriási volt, az mindegyik mérkőzés óriási volt, az első az a maga valami különlegességével igen. Volt óriási, igen. De izgalmas volt az is. Igen. Ugye Gary Anderson nyerte Mensur Sujovic ellen 4-3-ra, Gervin Price legyőzte Brandon Dolan 4-3-ra, és most pedig Glenn Durant legyőzte 4-2-re, Danny Bagist, csupa-csupa izgalom volt a délután folyamán. Kedves nézők, én köszönöm szépen Lajosnak, hogy velünk tartott. Itt vannak tehát a délutáni eredmények, és holnap pedig folytatás következik majd Medivel. Hát jól elhúzódott a közvetés, 7-kor kezdtünk. Nincs is egy óra, de már majdnem éjfél. De majdnem éjfél. Holnap pedig 1-kor folytatjuk. Mindenkinek köszönjük a figyelmet, az interaktivitást, a hozzászólást, még a negatív hozzászólást is. Na, meghallgatjuk? Meghallgatjuk. Most már. Most már minden. Dicséri Bagist, milyen jó játékos. Pretty sure Danny Bagge is going to Q School as well, and he'll trouble a lot of people on the circuit. Oh yeah, he needed the quarterfinals to, you know, to get his tour card this week, and yeah, he's good. He reminds me of Damon Hetter, where he could come and really do some damage in year one. És vonna jött, és milyen győzelme volt. Az egyetlen Pro Tour kártya nélküli játékos volt itt a 32-es mezőnyben. You've had a really good couple of years here in the PDC. Definitely, absolutely. I'm so proud of myself. I think maybe only Barney came up. Magamra. Amit elért a PDC-n belül, igen. In the PDC. Az évek alatt, arra, amit itt töltött.
since winning the Premier League has just been disastrous. And I probably needed a game like that. And nobody spoke to me. I've done no interviews, barring my local radio, my local paper. I just feel like I'm, you know, I'm the guy who's there's not a lot of interest in this year, and that feels great. Remekül érzi magát. Last year it was just the scrutiny, you know, was on me so much, and you know, I did the media day, I did interview after interview. It's just nice just to be maybe the forgotten man, you know, and the Sky Sports commentator is a big help. Sokat segítettek a Sky Sport. Igen, most ugye rengeteg média felhajtás volt körülötte, ahogy a PDC-ben is jobban teljesít már. A couple of guys there who have helped me big style. Dirk van Dijvenbode next. Yeah. Can't wait for that. It's going to be a cracker. I think I've played him maybe 4 or 5 times this year. I really, really like Dirk. I think he's a great lad. I think he's a fantastic character. Nagyon jó srác, egy nagyon jó karakter. And I just get inside people and yeah, maybe my pace is like something that's a real forte for me, and you know, he's going to have to play well to beat me. You're back. Good to see you. That's nice. Looking forward. I like that. I'm back. Nyilván ugye próbál majd minél jobban teljesíteni, de and we are happy. Azt gondolom, hogy jó esélye van egyébként, hogyha jól fog játszani, csak mondom, azt a pörgést, meg azt az egyebet, azt nyilván jól kell tudnia kezelni. Tehát ugye Dijvenbode-val fog majd játszani. Igen. Gary Anderson pedig. Majd a Jason Law, Devon Petersen mérkőzés győztesével találkozik. Másik. Ja, ez a holnapi program. Tehát egy Bunting meccs délután Gurney, Dobby, Csisznál, Noppert. És aztán este Jason Law, Devon Petersen. És aztán belekostolunk már a legjobb 16-ban körbe. Is így van. Clemens, Ratajski, Fangerven, Kalen mérkőzés. Ezekkel várjuk tehát holnap önöket, most aztán már tényleg búcsúzunk, mert rögvest éjfél. Köszönöm Lajos, köszönöm önöknek. Én is köszönöm. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok.